Tehát egy, szeretnék megmutatni, hogy mit jelent a baranta. Úgy tudom, hogy sokan nem tudják, mit jelent. Azt szeretném elmondani, hogy a baranta az nem egy kínai, nem egy japán, hanem az a mi magyar harcművészetünk, mozgáskultúránk. Tulajdonképpen a barantát Vukics Ferenc a 90-es évek elején újra megelevenítette, és újra kezdték használni gyakorlatban ezeket az eszközöket, az íjat, szabját, a lándzsa vagy a kelevéz helyett hosszú botot használtak, a karikásostól pedig a betyár világból örökítették a mai nemzedéknek. A csapat kb. 2 éve működik Temesváron. Kezdetben csak íjászattal foglalkoztunk, ahhoz voltak eszközeink, de a 2 év folyamán folyamatosan sikerült eszközöket beszerezzük, így gyakorlószabjákat is sikerült, védő sisakokat is sikerült beszerezzünk, hosszú botot, rövid botot, hát az ostorral abban nem állunk túl jól. És amit most látni fognak, az lesz egy nagyon látványos íjász bemutató. Azt következően lesz egy 2 tagunk, Benedek Márk és Maxi fog bemutatni egy páros íjász bemutatót. Ezt követően hosszú botos bemutató, szabja bemutató, tehát párbaj vívás lesz, és a végén pedig karikásos karaktor bemutató lesz. Ennyit szerettem volna mondani röviden, és akkor kezdjük az íjász bemutatóval. Királya, hadúrkardot küldött ennek a királynak, nevezték őt félve Isten ostorának. Királya volt ő mindezkit a népnek, napnyugatiaknak, napkeletieknek. Unok nagy királya üzent a világnak, nevezték őt félve Isten ostorának. Fejet hajtott Róma a nagy hadvezérnek, aranyadót küldött a hatalmas honnépnek. Unok nagy királya üzent a világnak, nevezték őt félve Isten ostorának. Attila, unok nagy királya, Mundzuk sarjadéka, híres maradvája, gepidák és gótok katonának álltak. Királya volt ő mindezkit a népnek, napnyugatiaknak, napkeletieknek. Unok nagy királya üzent a világnak, nevezték őt félve Isten ostorának. Unok nagy királya, üzent a világnak, nevezték őt félre Isten ostorának! Annára, hey!
figyelem! Feszít! Lő! Feszít! Lő! Hopp! Hopp! Feszít! Lő! Hopp! Feszít! Lő! Feszít! Hopp! Hopp! Feszít! Lő! Hopp! Feszít! Lő! Feszít! Hopp! Hey! 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 Bravo! Bravo! Belejönnek át a lassan! Yeah, that's good stuff.
Első lábad előre, másikkal megtámasztod magadat és kifordulva, hogy el tudjad az ilyet úgy. Lássam a lábatok nagyjából, jó van? Jó. Az ilyet így megfogjátok, ide jön a vesző, igaz? Így belül szépen beteszed, így, ide helyezed, és a vezértól mindig a piros. A piros van itt balra, balra legyen a piros, jó? Megvan? Akkor figyeljetek, három ujjal kell megfeszíteni az ideget. Ez az ideget, jó? Ezzel a három ujjal kell kiújtani. Figyelj! A nagy ujjad nincs mit, három ujj, a nagy nincs mit keressen ott. Figyelem, a nagy ujj, a nagy ujjad nincs mit keressen ott, neked szólok. Várj, figyeljed, hogy hogy tart. Nehogy valamit kellene egyet. Úgy, a kicsi ujjad tedd el. Csak úgy, a kicsi ujjad, úgy. Jó, neked jó van, több tovább.
Meg vagytok? Hogy kapod? Jó, jó, majdnem jó. Na. Megvan? Na, tényleg, figyelem, megfeszítjük. Ameddig bírod. Húzod, még kúzni, még kúzni. Többet, többet is elelek. Nem menj, 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 jó. Egyszerre, vigyázz! Újra! Figyelem! Kicsi lehet. Kes helyzeted nem jó. Jó. Aztán itt a vesző sokkal lejjebb ülött idejük. Látod? Te lejjebb. Figyeld meg! Na Peggy, hogy tartjátok azt az íjat? Így. Lásson egyszer ezt a mozdulatot, csináljátok meg. Igen. Nem kell a vesző rossz. Vesző, tegyetek fel egyet. Megértettétek ezt? Jó? Akkor bejön a vesző, igaz? Bejön a vesző, és három ujjal húzzuk meg, igaz? Vigyázz magadra, jó? Apu, Raci! Elhúzod,
István hagyományos és sportegyesület zászlaja. A zászlót Kovács Erzsébet készítette kézi hímzéssel. És ennek van egy kisebb története ennek a zászlónak, ugyanis én sokat kerestem, kutattam abba az irányba, hogy milyen zászló lehetett 1552-ben Temesváron, amikor a török ostromolta a várat. Megkerestem ebből az ügyel a Hadtörténeti Múzeumot is, és ők azt a választ adták, hogy sajnos a középkori időszakból, a törökkorból, ebből az 1552-es évekből nem maradt fent semmilyen zászló, ami hitelesen vissza tudná hozni ezt az időszakot. Azt mondták, hogy az utolsó egyetlen egy zászló maradt meg, amit az 1900-as évek elején Kőszegen őriztek, Jurisics Miklós zászlaja, aminek a zászló foszlányai voltak még meg, illetve a zászló útja. Azt lehet tudni, hát Tinódi Lantos Sebestyén elmondása, leírása szerint, hogy a törökök a többi rabot kincsel a szultánhoz járultak, mint a zászlók voltak akkor a legfőbb hadizsákmányok. Tehát talán Isztambulban lehetne valamit találni, tehát 500 év azóta eltelt, úgyhogy nem lehet tudni pontosan, hogy megtalálható ez a zászló, vagy nem található meg. Tehát a mi zászlónkat ma megtalálható dolgokból próbáltuk összeállítani. Állítólag ezt a címert, amit látszik, ezt Nagy László királyunk adományozta Temesvárnak. Ez nem biztos, tehát ez egy ilyen feltételezés lenne, és ez lenne a zászló ennek a látható oldalán. És a másik oldalán azt is megmutatnám, az pedig a Losonczy család címere. Ez bizonyos, tehát ez a Losonczy István volt az, aki Temesvár várkapitánya volt az 1552-es ostrom idején. Róla neveztük el a csapatunkat, és szeretnénk az ő nevét méltán képviselni a jelenlegében. Gandalf, oh, okay. Yes.
Gyere, 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 g